Kedves érdeklődők, rajzrajongók, régi és új ismerőseink! Ez most nem egy hagyományos videoblog lesz, hanem néhány gondolatunkat szeretnénk megosztani veletek a járványhelyzettel kapcsolatban. Ugye 2-3 hete kezdődött ez az egész helyzet, ami megváltoztatta a mi életünket, meg nagyon sok más ember életét is. Egyre jobban visszaszorultunk a házunkba, a lakásunkba, az életterünkbe, egyre jobban belettünk zárva. És az elmúlt időszak arról szólt, hogy ehhez próbáltunk alkalmazkodni, kialakítani ezt az újfajta életvitelt. Közben nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy a rajzolásnak meg a festésnek milyen szerepe lehet ebben a szituációban, egyáltalán van-e értelme ennek a dolognak, elég fontos-e. Ahogy néztük a híreket, hogy más országokban hogyan zajlik ez a folyamat. Beszélgettünk a családtagjainkkal, ismerőseinkkel, tanítványainkkal, akikkel még szoros kapcsolatban vagyunk. Arra jöttünk rá, hogy ez egy nagyon hosszú periódus lesz, hosszú idő, és hogy ezt valamilyen módon el kell tölteni ezt az időt. Persze mindenkinek lesz egy csomó dolga, aki otthon dolgozik, home office-ba, annak meg lesz a munkája, akinek gyereke van, az nagyon sok elfoglaltságot ad, nekünk is van 2 iskoláskorú gyerekünk, akiket rá kellett állítani a digitális oktatásra. De emellé úgy gondoljuk, hogy beférhet a rajzolás és a festés is. Itt egy olyan tevékenység, ami egy kicsit kikapcsol ebből a szituációból, ami adhat egy kis energiát, egy kis feltöltődést, egy kis nyugalmat. Ezért úgy gondoljuk, hogy folytatjuk tovább ezt a tevékenységet, és megpróbálunk minél több olyan segítséget, ötletet, blogot, videót, anyagot adni, ami segíthet benneteket abban, hogy ezt az előttünk álló periódust elviseljük, túléljük, átvészeljük, és hát ehhez ugye adunk majd ilyen dolgokat, itt a YouTube csatornát is figyeljétek, meg a többi helyen is, és hát leginkább kitartást szeretnénk kívánni nektek ehhez az időszakhoz.